Szevasztok srácok, üdv mindenkinek. Itt vagyunk egy gyors bemutatóval. Nagyon sokan kérdeztétek, illetve beszéltünk róla, hogy hogy működik el a tehénistáló, ami etetrobottal működik. Hát akkor most gyorsan itt, ezt gyors egy pár percben ezt most itt megbeszéljük. Na az egésznek a lényege, hogy ha leraktátok szépen ugye magát az istálót, háromfajta dologra, illetve négyre van szükség. Kell hozzá neki széna, kell neki szalma, kell neki szilás, nem teljes takarmány kell végül, ő fogja magának bekeverni, illetve kell neki ásványi takarmány. Na, akkor nézegessük bele a dolgokat, hogy mit hogyan kell belerakni. Nagyon egyszerű dolog. Én most ettem le ide egy ultisilót, úgyhogy itt gyorsan belepakoljuk itt ezt a pár dolgot, mert szüksége lehet itt a robotnak. Első körben gyorsan beledobjuk neki a szénát. Mindent gyorsan berakosgatunk neki. És akkor jöhet a következő, akkor egy kis szalma. Adunk neki egy kis szalma. Mindegyikbe full a töltött kocsival. Felrakjuk, hogy ne kelljen neki mindig akkor ezzel kóckodnia. Na, akkor mehet neki a szalma. Na jó, meg van csinálva már egy trigger pontja, úgyhogy már innen beveszi, nem is kell igazából beállni, aláállni, csak innen szépen be kell neki önteni. Na és akkor adunk neki még egy kis szilást. Még egy adag szilás megy neki, meg akkor kell neki az ásványok. Amit a boltba tudtok elvileg megvásárolni, minden igaz, de mindjárt nézzük, hogy ezekben a tartályokban van-e. Meg hogy hol tudjátok azokat beszerezni. Hát forintban azért ez nem kevés pénzbe került ez a kevés kis szilás, de hát ez ilyen sajnos. Ez is mehet be nekik. Na, és akkor elvileg, ha boltba keresitek, akkor minden igaz, akkor itt fogjátok megtalálni a raklapos dolgoknál, mégpedig itt van az ásványi takarmány. Ebből veszünk egy-kettőt. Nézd, nézzem, hogy ezekben, amit én leraktam ide, hogy ezek között valamelyikben van-e. Például, persze nem búrunk át a másik autóba. Nem biztos, hogy itt van benne ásványi anyag. Megnézzük, hogy ezekben a tárlókban van-e. Ebben egy szilás van, fű, széna, szalma, hó, útszóró, sertés, kövek, trágya. Ebben is csak ezek simák vannak, úgyhogy lehet, úgyhogy gyanítom, azt lehet, hogy csak a boltból tudunk bevásárolni, de gyors itt is megnéző. Szerintem itt ebben pontosan ugyanazok vannak, mint abba. Így van, nagyon egyszerű dolog, akkor elmegyünk a bolthoz. Akkor felmarkoljuk gyorsan azt a ásványi anyagokat. Egy új kis traktor, bekerült még ide a motpakba, ez egy Landini, ha minden igaz. Első az ilyen kis munkákra, lehet vele elég gyorsan találni, beparkolni. Elég erős is, ugye emlékszem, hogy 190 lóerő, hogy
pont erre nekünk tökéletesen alkalmas. Na, akkor a botnál gyorsan felveszük azt a pár ásványanyagot. Betöltjük a robotnak, és akkor meg is nézzük, hogy hogyan dolgozik a robot. Közben itt is látom, elkészültek az anyagok gyapjúból, úgyhogy ezt is majd a előadásban majd ki kell majd legetni onnan. Na, elvileg ide érkeztünk. Is van. Le is töltjük ide a tonyba a dolgokat. Nagyon kapkodja el, de a sima R-betű nyomásával már le is lehet pakolni, viszont itt vettünk egy targoncát, úgyhogy ki fogom használni a lehetőséget, és aztán követ másik laklapot, azt onnan közelebb rakom, hogy azt is könnyebben be tudja tölteni. Gyorsan bepakolja. Nem kell akkor vele foglalkozni, szeregetni kell, vagy ilyesmi. Nem gyorsan be tudja rakni. Most ezt megvárjuk, aztán na, vele könnyen gyors, akkor a következőt is, aztán gyorsan elviszük. Ez nem igazán sok időre lesz elég ez az ásvány, de arra egy perc meg tudjuk nézni, hogy hogy dolgozik a robot, arra meg tökéletesen elég lesz. Éppen elszedegeti a kis zsákokat. Látszik is azért, hogy fogy el belőle. Elég rendesen. Nagyon jó. Egyen nekünk akkor ennyi elég lesz. Mi is kell majd innen majd többet is, úgyhogy ezt most csak az ő nektek meg tudjam mutatni. Akkor visszamegyünk akkor a tanyára. És akkor felöntjük a helyére. Tekerünk annyi időt, úgy emlékszem, hogy óránként csinálja, de lehet, hogy nem biztos, de délben biztos, hogy elkezdi etetni őket. Mennyi megnézzük, majd hogy odaérünk, hogy pontosan, hogy csinálja. Igazából ennyi kell hozzá, de három összetevő, a széna, a szalma, meg a szilás, meg ez az ásvány anyagok. Mindenféleképpen ugye bennetekkel. A másik hármat azt ugye elő tudjátok állítani. Nem sajnos. Mindenképpen venni kell. De sokkal több időt megspórol nektek, mert saját magától rendezi a dolgokat. A tejet meg a nevezett trágyát kell kiszedni tőlük. Ott is van egy kis kupac valami. Na, közben meg is érkeztünk telepre. Én most akkor be fogunk menni. Na, ide jöttök a robot a pakolási részéhez, ugye akkor ezt nem ide bentre kell önteni, hanem ezt ugye kintre mutatja. Itt van egy ilyen tároló rész. Ne tudjátok itt körül önteni, minden igaz. És adja. Nagyon jó. Akkor ez a gépen innen állunk. De. Nézzük meg, hogy hogyan is csinál a robot. Tekerünk is az időn, legyen nem
tudom, dél, talán úgy emlékszem, hogy a múltkor délbe kezdte el. De a pont is most jön is vissza, tehát az első kör már itt le is menne ki, és most meg fogjuk várni még, mert most jött vissza. Tekerünk az időn. Hogyan is csinálja itt a dolgot, szépen visszaterél, le is csukja az ajtót. Elvileg most elkezdi majd pakolgatni, vissza is vissza. Tehát látjátok, ott belül ugye elkezdi rakni. Mutatja is, hogy megy akkor az első részre. Egy adag. Világ szépen fölmarkol. Lóránként rakja ezek szerint, hogy ennek ott. Van neki beállítva. Fölmarkol belőle egy adag szalmát. Egész jól lehet látni magát a folyamatot, hogy dolgozik. Akkor már csak a széna marad. Nagyon szuper, mert a magát az ásvány anyagot azt onnan kintről tudja beszívni magába. Ha elvileg is, akkor most már jön is kifele. Nagyon kis robotka, és akkor látszik, hogy benne van az anyag. Elvileg el fog menni a túloldalra, akkor szépen elkezdi majd beteríteni nekik az árut. Ha minden igaz. De majd mindjárt meg is fogjuk akkor látni, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban is. Igazából ennek bármelyik ajtaját ki lehet nyitni, úgyhogy lehet szellőztetni is bőven. Utána ezt a kis ajtót is kiengedi nyitni. Ezt is. Ezt is. Na, szóval megjön a robot a végére. Rá fog állni oda a vályhoz. Elvileg itt szépen és kezdi teríteni. Éppen végig fog jönni, vissza fog állni, és akkor a következő óra kezdetkor fogja majd újra akkor megetetni a jószágokat. Addig a pontig, amíg teljesen tele nem lesz persze a tetető. Igazából mindig ezt a folyamat, annyi mindig fel kell neki bankolva lenni itt a dolgoknak, és akkor ő magától rendez mindent. Még a szépen még vissza a helyére. Akkor majd délbe fog jönni, kijönni újra. Na a srácok, akkor ez a kis bemutató ez ennyi lett volna. Remélem, hogy tetszeni fog. Ha tetszik, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek több videót is látni, akkor iratkozzatok fel. További szép napot nektek. Sziasztok!